A ma házában 5 műhelyben kerti munkákat, park, gondozást, irodai tevékenységeket látnak majd el a munkavállalók. A számítógéphez értő külső megrendelésre szolgáltatásokat, például fénymásolást vállalhatnak, és lesznek egyszerűbb válogatási feladatok is, hangzott el a jótékonysági estem. Az autizmussal élő fiatalok többsége egész életén át támogatásra szorul, és a nyílt munkaerőpiacon munkát nem nagyon találnak. Tehát védett körülmények, támogatott foglalkoztatás keretében tudnak dolgozni, viszont vannak munkaképességeik, és ki tudnak teljesedni, tehát egy egészséges és életet tudnak érni. Szentgotthárdon laktam szüleimmel 6 éves koromig, és Körmenten születtem. Az est díszvendége a Vas megyei származású Besenyei Péter műrepülővilágbajnok volt, akivel Papp Tibor, a Mólya iskola igazgatója beszélgetett. A pilóta a filmvetítéssel összekötött jótékonysági estre könyveket és élményeket hozott magával. Én úgy gondolom, hogy aki tud segíteni bármilyen téren a rászorulóknak, annak ezt meg kell tennie. És a sportoló, hogyha teheti, és a picikét, rosszul mondom, de a ismertségével tud valamit segíteni, akkor ezt tegye meg. Az Eső Emberke Alapítvány 1997-ben jött létre szülői kezdeményezése. Célja az autizmussal élők és családjaik összefogása, rehabilitációjuk támogatása, életminőségük javítása, érdekvédelme. Az alapítvány munkáját kezdetektől támogatták és támogatják napjainkban is a megyében élő autizmussal foglalkozó szakemberek. Azt hiszem a szakmámból kifolyólag, mivel évtizedekig biztosítással foglalkoztam, az ember érzékenyebb a szegénység, az elesettek, a rászorulók irányába, és ezért egy személyes kapcsolat révén kerültünk kapcsolatba az Eső Emberke Alapítvánnyal, és amivel tudunk, igyekszünk, butorokkal, számítógép, fénymásoló. A munka jövőre indul a ma házában, amely a 2009 óta lakóotthonként működő Holnapháza mellett kapott helyet.